basszus ezzel megaláznak, ne tévesszem meg a látszat, nem én kezdtem, levadáztak. Nem szerettem egy percre sem, esküszöm, most befejeztem, visszaírok, hogy ne keressem. Nehogy ez a botlásom valamit is elroncson, veszek egy, kiabálj valamit, mondj, ezt iszonyúan sajnálom, de az fontos tisztáznom, hogy ami neked is, az nekem is ugyanúgy fáj, sohasem hazudok már, mostantól, ez a szem nem igéz mást, mást, mostantól, ez a kar nem ölel mást, mást, mostantól, ez a test nem akar mást, mást, mostantól. Szép szavak, csak szép szavak, mondhatsz bármit, ha más mutat rólad a tapasztalat. Szőttük együtt a terveket, a legjobb rész most elveszett, hogy értsem meg, ha te sem érted. Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudj, oda van a csendélet, fáj, de ez nem lényeg. A levegő nehezebb szavaidnál, sose lesz ugyanaz már. Mostantól, ez a szem nem igéz már, már. Mostantól, ez a kar nem ölel már, már. Mostantól, ez a test nem akar már, már. Mostantól. Ezt iszonyúan sajnálom, de az fontos tisztáznom, hogy ami neked is, az nekem is ugyanúgy fáj, sohasem hazudok már. Köszönjük szépen! Fantasztikus produkciót köszönjük. Hallhatunk, láthatunk. Reni, csodásan áll neked a zongora, bár én mondjuk a pofoszkodós részt egy picit hiányoltam. És elképesztően jól szólt Reninek a hangja az alsó lágőben. Feró. Hát az én szőrös rocker szívemet is meghódítottátok. Hogy mondjam, végig izgultam. Tulajdonképpen olyan rövid a dal, nagyon jó dal, de olyan rövid, várt, hogy még gyerünk, még kicsit, még veszekedjetek, még történjen valami. Még mondjad. Is volt, hogy de nem aludtál bele. Bocsáss meg a csávónak. Hát, nem álmodsz. Jó, hát, na mindegy. A lényeg az, hogy én úgy érzem, hogy ez talán egy ilyen győztes, esélyes dal. Gratulálok. Lilla. Ekkor a szavak. Na halljuk neked, hogy tetszett. Hát erről beszéltem korábban, óriási a hangszerelés. Így kell szólni egy pop klasszikusnak, tehát a klasszikus zene, itt éreztem, Gergő, tudom, a klasszikus iskoládat, és ez annyira érezni az egész hangszerelésen, gyönyörű felépítések, azok a pillanatok, amikor azt mondom, hogy megállunk, amikor a hang megáll, és ezek a gyönyörű dinamikai váltások, amit én magam is, mint muzsikus imádok, szerintem ez tökéletes volt, és kiemelte ugyanazt az érzést, amiről eddig szóltok. Én azt kell, hogy mondjam ráadásul, hogy ugyanolyan erős a maga nemében, mint a korábbi dal. Tehát ezben egy olyan harmonikus előadás volt, amit nagyon-nagyon szépen megvalósítottatok, és közben ugyanúgy hatott. Gratulálok! Már úgy érzem magam, mint egy gála műsorban, mert mindenki ömleng, mindenki csodálatos. Miért te akarnál valamit mondani? A Feró elveszítette az egyéniségét, érted, gyakorlatilag nem kritizál. Ugye, úgy érzem, hogy szinte mondom kell valamit, de nem fogok, mert
nem. Akkor viszont Bence jön. De várjál, de igen, mert hogy Bence, te ezt a dalt is végig énekelted. Szerintem neked megvan egy ilyen playlist, nem? A dal 30-as indulójával. Igen. Olyan aranyos, hogy meg itt nyomtad. Új fentem. Nem, az a döbbenetes ebben az egészben, hogy van olyan varázslat született meg számomra, hogy gyakorlatilag számra megmúlhatatlan, és lehet, hogy túlzásnak hangzik, de Gergő, ami kicseszett jó dalt írtál, tehát szerintem 5-10 évente írnak ennyire erősen, akárhányszor meghallom, tátott szájjal, extázisban, libabőrrel hallgatom végig, borzasztóan jó. Tátott szájjal mondjál nekünk egy pontot. Hát mit lehet erre mondani? Nyilvánvalóan 10 pontos ez a dal. Ez egy kerek 10-es. Szépen felvezetted, megérett ez a 10 pont, Feró. Hát, egyszerre adhatok 10-et, nem? Akkor 10 pont. Na, a rocker! Oké. Okay. Lila, tetszett a 10-es, akkor... Kérdés. 10 pont! Na, erre vett ez a nagy összetartsizet. Most már akkor te is mondjál valamit, Barna. Fú, hát én tényleg azt gondoltam, nem adok 10-est ebben a műsorban, meg gondoltam, hogy... Jó van már. Nem is... Nagyon gondolkodsz. 9 lesz ez. Ez is egy csodás pontszám, nagyon szépen köszönjük, gratulálunk még egyszer. Nagy tapsot Renének és Gerinek, köszönjük szépen.